Éj vagyok, te csillag, fényes és hideg, én sötét a bútor, s vágy miatt beteg. Általad homályom fájva összereng, még fölötte arcod istensége láng. Szép sugáraitól el nem alhatom, mégis, éberkinnan hozzád álmodom. A névadó Vörös Marti Mihály születésnapja alkalmával harmadik ízben hirdetett szavalóversenyt a Művelődési Központ, ahova idén több korcsoport fiatal verselői érkeztek. Tudek Miklós színművész, a zsűri tagja úgy gondolta, a romantika költészetének és ebben Vörös Marti kultuszának életben tartása elengedhetetlenül fontos annak érdekében, hogy megértsük, hogyan működünk mi magyarok. Egy olyan páratlan költőről van szó, aki a reformkor egyik csillaga volt, és olyan nyelvezetet használt költészetében, ami úgy gondolom, hogy a kortársai között is ritka, és a gazdagság az páratlan. És bár néha távolinak érezzük azt a nyelvezetet, amit ő használ, úgy gondolom, hogy fontos dolog, hogy a diákok és a hétköznapi emberek megismerjék azokat a szókapcsolatokat, azokat a fogalmakat, azokat a szavakat, amik az ő költészetében megjelennek. Úgy gondolom, hogy egy idő után, ahogy az ember él, és gyarapodnak a tapasztalatai, a most megtanult versek elkezdenek benne dolgozni, és mindig többet ért meg belőle élete folyamán. Ritkában kerül elő Vörös Marti költészete a szavaló versenyeken, ez talán a nyelvi nehézségeknek tudható be, hogy távolinak érzik a diákok az ő nyelvezetét. Igen, nincs a favoritok között a Vörös Marti költészete. Reformkori hevület az már nagyon nehezen átérezhető a mai ifjúság számára, illetve hát a nyelvi régebbiség is nagyon nehezen betehető a diákoknak a szájába. Éppen ezért kell ilyen versmondó versenyeket rendezni, mondja Tudek Miklós. Hiszen ilyenkor a tanulóknak el kell mélyedni a költőről tanultakban, és ki kell szélesíteni az ismereteket az adott korról ahhoz, hogy igazán megértsék a gyerekek a gondolatok súlyát és értelmét. Vörös Marti esetében ez azt jelenti, hogy rajta keresztül megtapasztalható a romantika és a nemzeti érzés egyaránt. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő. Nagy tengerek kebelnek. Megférhetetlen oly kicsin tanyán. Hullámin holtfény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magány. Ha van mihez visszavod a jelenben, ha van mit érez, gondolj és szeress. A versmondó verseny kapcsán egy másik költő és egy másik kor is napirendre került. Jelesül Illyés Gyula, aki két esztendőn keresztül volt tanulója a ma Petőfi Sándor nevét viselő gimnáziumnak, és akit előszálak kötnek Tolna megyéhez és Bonyháthoz is. Gábor Zsolt múzeumpedagógus előadásában rajzolta meg Illyés munkásságának azon részleteit, melyeket a tananyagok nem részleteznek. Én úgy gondolom, hogy a rendhagyó irodalomóráknak többek között az a szerepe, hogy a tankönyvben leadott tananyag mellett, illetve az interneten elérhető egyoldalú információk mellett ismerjék meg, legfontosabb a kort ismerjék meg, amelyben a költő, a művész alkotott, és ismerjék meg azokat a dolgokat, és vonják le maguknak a konzekvenciát belőle. Álljon össze nekik saját szubjektív, az objektumokból szubjektív kép arról a költőről, hogy ki volt ő, milyen lehetőségei voltak az adott korban. Ezek azok a körülmények, melyeket nem lehet kiragadni egy vers értelmezésekor, és ez az igazán értelmet vagy világítja meg pontosan a leírtakat. A múlt ápolása, a tradíciók tartása az a leendő generációnak és a jövő generációnak ez egy kötelessége. Tehát amikor én gimnazista voltam első osztályos koromban, akkor hunyt el a költő 83 tavaszán,
hát akkor Illyésnek egy nagy kultusza volt. De ez csak a 60-as évek első felétől, inkább a második felétől volt jellemző, mert ő szilenciumban volt. Tehát némaságra volt 1949-től ítéltetve, és én úgy látom, hogy annak ellenére, hogy a Wikipedia szócikből utána tud az ember nézni, hogy négyszer nyelte el a Baumgarten-díjat, ugye 1931 és 36 között, majd pedig három Kossuth díjat is kapott 48-ban, 53-ban, majd 970-ben. Ennek ellenére a 22 verses kötetünk nincs nagyon a köztudatban. Őt már a Rákosi, illetve a Kádár korban egy ingatag politikusnak tartották, hogy egy kisgazdapárti politikus volt gyakorlatilag, majd 56-ban a forradalom kitérésekor a Petőfi pártot alapította meg. De a legnagyobb probléma az volt, hogy ugye szilenciumra volt ítélve, 950-ben megírta talán a leghíresebb versét, egy mondat a Zsarnokságról címmel, amelyet 56. november 2-án olvastak be a rádióban, aztán utána életében ez a vers nem jelenhetett meg. Én úgy tudom, hogy 1989-ig nem is tudtunk erről a verséről, mert annyira elhallgatott verse volt. Szóval nagyon, tehát nem feltétlenül a túlélők lesznek boldogok és minden. Tehát az ő élete egy nagyon-nagyon ökeserves élet volt, én úgy látom, ismervén nem csak a alaptantervbe lefektetett irodalomban, tehát a holdak nem csak a fényes oldalát látom, én ismerem a sötét oldalát is. A szavaló verseny első korcsoportjának győztese Bakó Levente a Györei templom általános iskola tanulója lett, míg a második korcsoportban Főglény Liza Kató a Szekszárdi Garai János gimnázium diákjának produkcióját ítélte legjobbnak a zsűri.